Magyarország, te vagy a szívembe írva, Magyarország, te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Tolnán a Hősök terén a Szent István Katolikus Gimnázium tanulóinak zenés műsorával kezdődött az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából tartott megemlékezés. Az előadás után a város polgármestere Appelshofer Ágnes mondott beszédet az összegyűlteknek. Kiemelte, az 56-os hősök magasra tették a mércét, példát mutattak haza szeretetből, a haza iránti elkötelezettségből és abból a hihetetlen szabadságvágyból, ami végigkísérte a magyarság életét. Ránk, akiknek ezek az évtizedek nem egyedül a történelemkönyvekben léteznek, hanem még emlékeinkben, saját tapasztalásainkban is, jelentős feladat hárul. Meg kell ismertetnünk fiataljainkkal történelmünk azon korszakát, mert csak így van esély arra, hogy megértsék, mekkora drága kincs a szabadság, a nemzeti függetlenség. Meg kell tanítanunk gyermekeinknek, hogy a megmaradásunkat és a jövőnket jelentő szabadságot és nemzeti függetlenséget nem adják ingyen. Minden nap újra és újra meg kell küzdeni érte. A polgármester beszédében azt is kiemelte, kötelességünk, hogy az ifjúságnak elmondjuk, kik, mit és miért tettek 1956-ban. Nekik is tudniuk kell, a pesti srácok és lányok önfeláldozó hősiességről tettek tanúbizonyságot. Szinte fegyverek nélkül, közös szívdobbanással, hatalmas elszántsággal, a legnagyobb túlerővel szemben is képesek voltak fellépni a szabadságért és függetlenségért. Elmehettek volna innen, elfogadhatták volna, hogy a rendszer megváltoztathatatlan. Ők azonban nem ezt tették, küzdöttek, kitartottak a végsőkig, készen álltak arra, hogy életüket is feláldozzák a szent szabadság oltárán. A harcban osztály és felekezeti különbségek nélkül vett részt az egész magyar nép, s megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, melyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhér különítményesek ellen fordult. A mi felelősségünk abban rejlik, hogy függetlenségünket, hazánk hosszú idő után visszanyert szabadságát mire használjuk. Joggal merül fel a kérdés, képesek leszünk-e megőrizni azt, és sértetlenül átadni gyermekeinknek annak érdekében, hogy ők ne is ismerjék meg a kiszolgáltatottságot, az idegen elnyomást. Csak akkor és csak is akkor érhetnek majd ők is büszke magyarként a 48-as és 56-os elődeink által megálmodott szabad hazában, ha mi jól sárfárkodunk az örökül kapott szabadságunkkal, függetlenségünkkel. Appelshofer Ágnes Vas Albert költő szavaival zárta a beszédét. A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna. Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem elég még ahhoz, hogy szabaddá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják, hogy a rájuk eső rész. Mert a szabadságot a magyarok ki lehet vívni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte. De megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben maradt élni, és tud ezzel az érette, napról napra kemény munkával és tiszta becsülettel. Mindössze hőseink halála árán, ingyen kenyelemből, még nem nyert szabadságot magának nép ezen a földön. A műsor lezárásaként a város vezetői, az intézmények és a társadalmi szervek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit a téren felállított emlékműnél.